Ennek a vadászrepülő ezrednek az állományában teljesített szolgálatot két olyan pilóta nő, akik gyakorlatilag ismert adatok alapján a mai napig egyedülálló teljesítményt képeznek a történelemben. Az egyikük a baloldalt látható Lidia Litviak hadnagy, akit áthelyeztek 1943 tavaszán 12 társával együtt nagy vérveszteségeket szenvedett férfiakból álló vadászrepülő egységekhez. Ő 168 bevetés során 14 légi győzelmet aratott, ami egy rendkívül magas szám, ugyanis ugye 5 légi győzelemtől számít valaki ászpilótának. És egyébként a hat történelem során még ugye egyetlen egy ászpilótáról sem tudunk, női ászpilótáról egyébként, aki ugye ezt a teljesítményt el tudta volna érni. A másik pilóta, ugye a középen látható Jekatyerina Budanova, a 434. vadászrepülő ezredben harcolt, ő valamivel több bevetést hajtott végre, és 20 légi győzelmet aratott. A legalul szereplőbb dátum viszont mind a kettőjüknél a hősi halál időpontját jelenti. Tehát igazából 1943-ban a legsűrűbb harcokban vettek részt, és egyikük sem élte túl. A következő legfelállt magasabb egység az 587. bombázórepülő ezred volt. Ezt február 1-én érte el a hazafoghatósági fokot, tehát ekkor tudták bevetni. Ennek az első parancsnoka Maria Raskova volt őrnagyi rendfokozatban, viszont ő már nem tudta átvenni a harcoló, illetve nem tudta folytatni a harcoló egységnek a vezetését, tekintettel arra, hogy még januárban egy repülőszerencsétlenség során meghalt, úgyhogy ezt követően férfi parancsnoka lett ennek az ezrednek is. A ezredet felállítását nagyrészt az hátráltatta, hogy először SU-2-es típusú könnyű bombázókkal akarták felszerelni. Hát ami valójában, hogy nem volt egy csúcsterméke a Szuhoj tervezőirodának, tehát maga a könnyű bombázó kategória is már túladottá vált a háborúnak ezen szakaszára, nem volt megfelelően páncélozott, se nem gyors, se nem teljesítőképes, tehát gyakorlatilag egy célpont egy ülőkacsa lett volna a bevetések során, és ezért úgy döntöttek, hogy a rendelkezésre a legkorszerűbb Petliakov 2-es közepes bombázóval szerelik föl az ezredet. Az érdekesség ebből a szempontból, hogy még a vadászrepülőgépeket ugye egy pilóta vezeti általában, ennek a közepes bombázónak a személyzete három főből állt, ugye egy pilótából, egy rádiós lövészből, illetve még egy lövész műszakiból, pontosan a repülőgépszerelőből. Ez a harmadik illető, aki ugye az alsó, illetve az oldalsó lövész állásokban tevékenykedett, az minden esetben ugye férfi volt, és nem nők. Ennek az volt az oka, hogy a repülőgép 2 védőgéppuskával rendelkezett, tehát abban az esetben, hogyha a támadás iránya változott, tehát nem ugye jobbról, hanem a másik irányba érkezett ugye a támadás, akkor ezt a két puskát ugye ki kellett rántani, és ugye át kellett tuszkolni a másik oldalra, ami nagymértékű fizikai erőfeszítést kívánt, tehát erre nem tartották, hogy a női lövészeket alkalmasnak, ezért, hogy az ekvipázs, a személyzetnek a harmadik tagja, az minden esetben férfi volt. Ők már jobban belekerültek egyébként a sűrűjébe a harcoknak. A bevetések során 15 főnyi veszteséget szenvedtek el repülőgép személyzetben. 1944. szeptemberében megkapták a 125. Maria Raskova Borisova gárda vadászrepülő ezredet az elért teljesítményekért. Kitüntették az ezredet a Szuvorov és a Kutuzov renddel, valamint 5-en a pilóták közül megkapták a Szovjetunió hőse kitüntetést. Az előző ugye ezrednél az ott szolgáltató teljesítésének ideje alatt, hogy senki nem érte ezt el. A következő, és szándékosan utoljára ugye hagytam, az 588. éjszakai bombázó ezred volt. 1942. júniusában értek el ugye a hadrafoghatóságot. Ez egyébként a leginkább ismert magasabb egység a szovjet pilóták által alkotott 3000 közül. Nem kismértékben köszönhető az annak, hogy egyrészt az ellenséges katonák között is ők voltak a legismertebbek, másrészt pedig nagyon sok könyv, illetve film készült róluk vagy velük kapcsolatban. Nem utolsó sorban azért, ami a fényképen is látható,
Ez maga a repült gép, amiről néhány szót azért mindenképpen jelentsünk. Ez a PO2-es, vagy polgári jelzését, az U-2VS, északi bombázó repülőgép. Hát gyakorlatilag még az 1920-as évek végén konstruált könnyű repülőgép volt, amit annak idején arra terveztek, hogy legyen egy olyan könnyű repülőgép, amelyet viszonylag primitív körülmények között lehet üzemeltetni, a vezetése egyszerű, a szerkezete egyszerű, gyorsan javítható, olcsón gyártható, és ezzel a infrastruktúrálisan elmaradó Szovjet-Oroszországban a különböző távolsági kihívásokat lehet majd leküzdeni. Tehát akkor még szó nem volt arról egyébként, hogy ezt harci repülőgépként fogják alkalmazni. Viszont úgy gondolták, hogy éjszakai bombázó feladatokra egyrészt az alkalmas lesz ez a repülőgép, másrészt pedig volt egy hátsó gondolata egyébként a repülőtábornokoknak, hogy azért nem kell olyan nagyon értékes gépeket adni a nők kezében, mert ezt úgyis majd sokat össze fognak bele törni. Úgyhogy inkább törjék össze ezeket az olcsóbb PO2-eseket, és akkor a nagy problémát nem fognak okozni. Ugye a harcászat technika adatai a gyorsan végszaladó, a maximális sebesség az 150 km per óra, utazó sebesség az 130 km per óra. Ugye kettő fő személyzettel rendelkezett, egy pilótával, illetve egy lövésszel. Maga a védő fegyverzete az meglehetősen jelképesnek mondható, úgyis a szerencsésebbeknek jutott egy darab 762-es repülőgéppuska, akinek nem volt akkor a szerencséje, annak csak egy golyószóró jutott, ami azért légiharcra, hát finoman szóval is kétségekkel és feltételekkel alkalmas. Tekintettel, hogy a tárva 50 lőszer fér összesen, gyakorlatban 49-et tudtak betárazni, és azért 49 lőszert kipuffantani egy manőverező légiharcban azért az igen gyorsan elmegy. Úgyhogy nem is annyira a védőfegyverzetben, hanem inkább a gép repülési sajátosságában bíztak. Tehát a repülőgépnek igen alacsony volt az átveső sebessége, tehát a gyorsabb német vadászrepülőgépek egyszerűen nem tudtak annyira lelassítani húzamosabb ideig, hogy célba tudják venni lassabban haladó repülőgépeket, és a terephez alacsonyra leereszkedve próbáltak elbújni, elmenekülni, illetve támadó német gépeket kijátszani. Természetesen azért ez sem sikerült mindig. 1943. februárjában az elért teljesítmények alapján megkapta a Tamanyi Gárda bombázóezred megtisztelő címet, mint 46. Gárda bombázóezred. A háború során meglehetősen magas számú, összesen 24 ezer bevetést teljesítettek, erről majd egy pár szót mondanék. A veszteségük, amelyek ugye pilótákból, illetve lövészekből átett repülőgép személyzetből, az meglehetősen magas a másik két ezredhez képest. Közülük viszont rendkívül sokan, összesen 23-an kapták meg a Szovjetunió hőse kitüntetést. A bevetések számához némi magyarázat azért hozzátartozik. Furcsának találjuk azt, hogy 24 ezer bevetést ugye lehet teljesíteni a háború végéig, viszont ez ezeknek az északi bombázó repülőgépnek a harcászati alkalmazásával magyarázható. Ugyanis az éjszakai alkalmazás során, tehát volt egy fő repülőtér, ahova nappalra visszatelepültek, ott végrehajtották különböző javításokat, a feltöltéseket, illetve a pilótáknak, a személyzetnek a pihentetését. Az éjszakai bevetés előtt még viszonylag világosban áttelepültek a frontvonalhoz közel, adott esetben akár egy 5-10 km-es távolságban levő tábori repülőtérre, ami gyakorlatilag jelentetett egy letakarított és ledöngölt szántóföldet is, ahol fölhalmoztak megfelelő üzemanyag, illetve lőszerkészletet, és egy éjszaka adott esetben 4-5-6-8 bevetés is végrehajtottak, vagy egy bevetés adott esetben egy 40-50 percig tartott, ledobták a bombákat, kilőtték ugye a rakétákat, majd pedig ugye visszatértek, újra töltöttek üzemanyagból, lőszerből, majd pedig indult még egyszer ugye a járat. Mint ahogy általában az tudnivaló, az éjszakai repülés ebben az időszakban azért meglehetősen kockázatos dolog volt, mivel hogy a jelzőfényeken kívül, meg a jelzőrakétákon kívül semmiféle éjszakai leszállító rendszer nem működött ezeken a tábori repülőtereken. Illetve a repülésnek a legveszélyesebb két fázisa, hogy egyik a felszállás, másik pedig a leszállás. Tehát ha valakinek ezt egy éjszaka adott esetben 4-5-ször meg kellett ismételnie, plusz még bónuszként lőttek is rá a bevetés közben, hát ez nem volt valami kellemes. És éppen ezért
került a propaganda középpontjába, illetve nem véletlenül kaptak ennyi elismerést ennek a ezrednek a pilótái. Hány repülőgépről volt szó körülbelül? Az ezrednél? Igen, tehát ez a 24 ezer levetést hány repülőgépről? Hát az ezred állománya az összesen 4 feltöltött századot számlát, 1 század az 12 repülőgép. Tehát akkor ebből ugye ki lehet matekozni, hogy akkor. De természetesen egyszerre nem volt bevetése mind az egész ezred, tehát a harcolati szükségleteknek megfelelően. Tehát volt arra példa, hogy egy éjszaka adott esetben mondjuk a bekerített ellenséges támpont nyugtalanítását egy géppár végezte. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ketten felszálltak, vagy vitorláz üzemmódban is lehetett működtetni ezt a repülőgépet. Az egyik repülőgép kikapcsolta ugye, a motorját, a másik ugye, magára vonta a motorzaj az ellenséges légvédelmi fényszórót, adott esetben a légvédelmi tüzet, a másik pedig ugye, a siklásból ugye, megközelítette a támpontot, és a látható célokra ugye, ledobta a bombákat, majd pedig motort indított és eltűnt. Persze ez sem volt egy kockázatmentes dolog. Tehát a bevetések számára résztvevő gépek száma az teljesen egy harcászati adminőlet függvénye volt. Jó, és akkor az ezred állományából ugye kettő pilótát mindenképpen célszerű megemlíteni. Egyik Natalia McLean hadnagy, aki 982 bevetést, a másik pedig Pauline Gallman, aki 860 bevetést ugye teljesített. Mind a kettőnél megkapták a Szovjetunió hőse kitüntetést. És akkor a harci dicsőség, illetve a golyózáporok közül egy kicsit azért térjünk vissza a hétköznapok nehézségei, illetve problémáira. Tehát nem ment zökkenőmentesen a nők integrálása a hadsereg kötelékébe sem. Többek között azért sem, mert főleg a háború elején hiányoztak olyan alapvető felszerelések, mint például a női egyenruha, a női alsónemű, a női csizma. Most gondoljuk bele, hogy valakinek, akinek mondjuk van egy 37-es lába, ami női méretben ugye manapság sem számít könyvesebben kirívónak, mint hogy nagyon kicsi lenne, és az kap mondjuk egy 42-es halina csizmát. Most ebben azért sáros terepen azért csak jönni-menni, az is azért megterhelő, és akkor még nem beszéltünk vele, hogy adott esetben ezzel mondjuk harcolni kell, meg repülőgépbe kell ugrálni, meg hasonlók. Tehát probléma volt ugye a felszereléssel. Probléma volt a nők különböző egészségügyi, illetve fiziológiai szükségleteivel. Tehát mit értendő ez alatt? Tehát nem volt megfelelő nőgyógyászati ellátás, mert ennyi, tehát ekkora tömegű nők egészségügyi ellátására nem volt fölkészülve a Vörös Hadsereg egészségügyi szolgálata. Nem voltak elkülönített fürdőhelyek, öltözőhelységek, tehát nem volt arra lehetőség, hogy legalább részlegesen, szeparáltan lehessen ugye a férfiakat és a nőket elkülönítve. Az első vonalban fizikálisan sincs lehetőség, de a hátországban sem volt erre mindig olyan lehetőség, amit ki lehetett volna használni. Tehát ezek voltak azok a dolgok, amelyek ugye a felszínen ugye megvoltak. A humánusabb parancsnokok igyekeztek ezeket a problémákat orvosolni. Tehát például Gorbatov tábornok emlékirataiban, aki ugye hadseregparancsnokként teljesített szolgálatot, leírja azt, hogy amikor átvett a hadsereg parancsokságát, akkor többek között ugye intézkedett arra az egészségügyi szolgálatnál, hogy az első vonalban teljesítő nők is havonta legalább ugye egyszer jelezhessék azt, hogyha valamilyen nőgyógyászati jellegű problémájuk van. Tehát nem az volt, hogy adott esetben olyan problémával hónapokig kellett az első hónapban tartózkodni, amivel adott esetben kórházba kellett kerülni. Valamint intézkedett arra, hogy a fürdőkben elkülönített helyisége legyen a nőknek, illetve a férfiaknak. Látszólag kis dolog, de egyébként a morál és a fegyelem szempontjából azért messze nem mindegy. És akkor ezek még csak a felszínen levő és viszonylag megoldható problémák voltak. Ezen kívül voltak olyanok, amelyekről vagy nem szívesen beszélt senki, vagy pedig igyekeztek a szőnyeg alá söpörni, vagy pedig azért nem volt ezzel kapcsolatban illdomos ezt a felszínre hozni. Többek közt azt is jelentette, hogy a nők azért mindenképpen nők maradtak a bevonulásokat követően is. Akik gyakorlatilag össze voltak zárva a férfiak tömegével, akik nem jutottak tehát nőkhöz a háború során. A szovjet hadseregben nem működtettek tábori bordélyokat, illetve a szovjet katonák szabadságot eltávozás
is nagyon-nagyon ritkán kaptak. Tehát ez azt jelentette, hogy a különböző szexuális indítatást, illetve ezeket a problémákat, a dolgaikat, ugye kivel tudták lerendezni, egyrészt azokkal a nőkkel, akik az adott területen civil nőket ugye megtaláltak, másrészt pedig ugye azokkal a katona nőkkel, akik ugye a szovjet hadseregben szolgálatot teljesítettek. Ez különböző konfliktusokat szült, tehát egyrészt nem kívánt ugye terhességeket, különböző féltékenységi jeleneteket, illetve különböző parancsoknak az önkényeskedéseit, akik maguk mellé ugye vették ezeket a nőket, és kvázi háremet tartottak. Tehát ez mindenképpen a fegyelemnek a rovására ment. Mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy ez nem volt egy egyedi eset, tehát hogy azért a szolgálatot teljesítő nőket azért úgy megkörnyékezték ugye a bajtársaik. Például az Egyesült Államok hadseregében magas beosztásban szolgálatot teljesítő Eisenhower tábornoknak, ugye köztudomásra is 35 éves női sofőrével volt viszony a háború alatt, Kay Summers B. hadnaggyal, aki egyébként ezt úgy hálátom, hogy a háború után emlékirataiban ezt ki is teregette, hát nem valószínű, hogy Eichelnek annyira örült volna, de minden esetre azért ott is ugye megtörtént, tehát ez nem volt egy olyan eset. Viszont itt a nők tömeges jelenléte a harcoló egységes soraiban erre azért mindenképpen nagyon lehetőséget biztosított. És akkor nem beszéltünk még ugye a fogságba esett nők helyzetéről. Jóval nehezebb volt egyébként a hadifogságú túlélni a fogságba esett nőknek. Egyrészt azért, mert több esetben, és erről írásos források is vannak, a németek úgy tekintettek ezekre a nőkre, hogy ők bolsevik fanatikusok, mert egyébként csak azért léphet be egy nő a Vörös Hadseregbe, mert ugye fanatikus bolsevik. Tehát őket egyébként a komiszár parancs alapján háborúért többször agyon is lőtték, vagy pedig azért, mert úgy gondolták, hogy ezek a nők gyakorlatilag másra nem jók, tehát ezeket nem is tekintették nőknek, hanem egyfajta egy alsóbbrendű lényeknek, akik egyébként ugye magát az életet, illetve az ellátást nem érdemlik meg. Hozzá kell tenni egyébként, hogy nem csak a nőkre volt jellemző, hogy magas volt ugye a hadifoglyoknál a halandóság, hanem a különböző ellátási problémák, illetve az embertelen körülmények között a férfiak közül is rendkívül sokan nem érték meg a háború végét, akik fogságba estek, de különböző fizikumú nők körében azért a járványok, a betegség és az éhezés azért nagyobb arányban szedte az áldozatát, mint a férfiak között. Tehát azért voltak, hogy a szolgálatteljesítésnek nem csak véres, de dicsőséges, hanem piszkos és kellemetlen árnyoldalai is. És akkor ugye elérve lassan az előadás végéhez, ugye kis összefoglaló, a nők tevékenysége nem csak abban nyilvánult meg, hogy ők milyen katonák voltak, hogyan harcoltak, hány repülőgépet lőttek ki, hány harckocsit semmisítettek meg, hanem nagyon-nagyon fontos szerepük volt a propagandában. Ugye már említett, ugye északi bombázó ezredről rendkívül sok korabeli filmhíradó, fénykép, postabélyeg készült, tehát ezeket a kiadványokat a hátországban terjesztették, és a hadafias érzelmek felszítására, illetve a harci morál emelésére használták föl. Természetesen külföldön is kihasználták azt, hogy rácsodálkoztak arra, hogy a szovjetek harcolni is képesek a hazájukért. Ugyan már említett Pavlicsenko őrnagy, itt az Egyesült Államok beli körútján látható a képen. A mellette álló hölgy az nem más, mint az elnök meg a felesége Eleanor Roosevelt. Itt azon az előadó körülton látható egyébként, ahol a második front megnyitása mellett agitált. Ezen a körútján egyébként érdekeségképpen el lehet mondani, hogy kapott a Winchester gyártól egy kézzel készült Winchester típusú mesterlövészpuskát. Hát annak, hogy ennek a puskának mi lett a sorsa, hát valószínűleg le kellett adni, amikor hazaérkezett, de rendkívül nagy megtiszteltetésnek ugye vette. Azt a kérdést már, amit az egyik újságíró föltett neki, hogy hány németet ölt meg harcban, ezzel rendkívül megsértődött, és közölte, hogy minden németet harcban ölt meg, és egyébként ugye több mint 309 fővel ugye végzett.
1945-ben a szolgálatot teljesítő nők létszáma 800 ezer fő volt a Vörös Hadseregben. Ez a teljes létszámnak a 8%-át tette ki. Összesen több mint 1 millió fő teljesített szolgálatot a háború során. Ezek közül a különböző veszteségi arányokról ugye már beszéltünk, ugye rendkívül magas volt, főleg a mesterlövészeknél, illetve a lövészalakulatoknál a háborút túlemélő nőknek a száma. Összesen 92-en kapták meg a szovjetunió hőse kitüntetést, ami alacsonyak számít a több mint 1 millió fős létszámhoz, viszont ahhoz képest, hogy a nők először jelentek meg ilyen nagy létszámban a Vörös Hadseregben, tehát egyfajta társadalmi korlátokat kellett áttörni, és annak ellenére ugye ki tudták harcolni azt, hogy ilyen nagy létszámban megkapják ezt a legmagasabb elismerést, azért mindenképpen egy olyan szám, amelyet meg kell említeni. Jó, összefoglalva tehát, az állapítható meg a különböző adatok alapján, hogy a szovjet Vörös Hadsereg, illetve a szovjet hadvezetés és a politika vezetés a nőknek az afiasságát, a fiatalos lendületét, a katonai előképzettségét, illetve a politikai elkötelezettségét rendkívül módon ki tudta használni, és a háborús erőfeszítések sorába tudta állítani. Ez gyakorlatilag kikövezte az utat ahhoz egyébként, ami a mai modern hadseregekre jellemző, hogy a nők gyakorlatilag bármiféle pozíciót be tudnak tölteni, tehát lehetnek harcolókatonák, lehetnek híradókatonák, adott esetben tölthetve parancsnoki posztokat is. Mindenesetre egy dolgot azért el kell mondani a szovjet Vörös Hadseregről, hogy tábornoki rendfokozatban egyetlen egy nőt nem léptettek elő. Legmagasabb rendfokozat az az ezredesi rendfokozat volt, beosztás szempontjából az ezred parancsnoki beosztás, repülő ezred parancsok, illetve a harckocsizó dandár parancsok helyettesi beosztások, amelyeket ugye a nők elértek. Hozzáteszem egyébként egyfajta időpárhuzamként, hogy a mostani orosz hadseregbennek viszont már van női tábornoka. És akkor még a lezárás előtt vége volt a háborúnak, és akkor fölmerült a hogyan tovább kérdése. Meg kell mondani, hogy a nőkkel a szovjet társadalom összességében, tehát nem csak a politikai vezetés, a katonai vezetés, hanem ugye a társadalom összességében nagyon csúnyán elbánt. Tehát ahogy lezárult a háború, gyakorlatilag az összes női alakulatot feloszlatták, leszerelték, nagyon kevés kivétellel a harcoló alakulatoknál, tehát kisegítő alakulatoknál szolgálatra teljesítő nőket ugye hazaküldték. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy sokan azért vállaltak szolgálatot, hogy a háború idejére szolgálatot teljesítsenek, és nem is volt szándékuk tovább szolgálni. Soknak viszont a lehetőség sem adatott meg egyébként, hogy a hadseregben maradhassanak, és esetleg további karriert fussanak be. A háborúból leszerelt katonáknak egyébként nehéz sorsa volt, viszont a veteránoknak a mai napig Oroszországban kijár egyfajta tisztelet és egyfajta előjogok. Ezeket az előjogokat viszont nők nem kapták meg. És leginkább azoktól a nőktől nem kapták meg, akik a hátországban maradtak. Azon egyszerű oknál fogva, hogy akik végszenvedték a háborút a hátországban is, azok is adott esetben éheztek, bombázták őket, életveszélynek voltak kitéve. Tehát úgy gondolták, hogy azok a nők, akik bevonultak, csak, gyakorlatilag csak azért mentek be a hadseregbe, hogy elvegyék tőlük az ő férjeiket, testvérüket, hozzátartozójukat, és egyfajta frontprostituáltakként élték túl a háborút, és nem nézték azt, hogy ki milyen beosztásban tevékenykedett, kinek milyen kitüntetései vannak, hanem egy kalap alá vettek mindenkit, és gyakorlatilag ezeket a nőket kiközösítették. Több alkalommal azok a nők, akik kitüntetéssel szereltek le, nem hordták a kitüntetéseiket, ami igen nagy szó volt, mert a veteránok gyakorlatilag a mai napig hordják a kitüntetéseiket. Most már jó részt inkább az ünnepélyes alkalmakon, de sokan még hétköznap is. A nők közül gyakorlatilag senki nem hordta a kitüntetéseit, mert úgy gondolták, hogy a társadalom nem érti azt meg, hogy ők ezt a erőfeszítést, ezt a teljesítményt saját magukért is, illetve az országukért is hozták. Tehát beleütköztek egyfajta falba, egyfajta elutasításba, és úgy kirakták őket a hadseregből, úgy gondolták, hogy akkor ennek lehet valami oka, tehát nem voltak büszkék a szerepükre. A másik pedig,
Abból adódik, hogy a háborúból visszaérkező, főleg a poszttraumás stressz miatt nehezen tudtak visszailleszkedni abba a hagyományos női szerepkörbe. Tehát gondoljunk bele, hogyha valaki kimegy a frontra, első vonalban harcol, mint női mesterlövész, több embert megöl. Tehát adott esetben több tucat, több száz embert. Tehát ha úgy veszük az egyik oldalát, egy tömeggyilkos. Őt azért egy háziasszony szerepkörbe visszaosztani, hát azért egy meglehetősen nagy törést. Több esetben egyébként a már említett riportkönyvben leírtak során, hogy elmondták ezek a veteránok, hogy amikor hazatértek, egy rövid otthontartózkodás után a saját családjuk mondta nekik, szólította fel őket, vagy vette rá őket, hogy költözenek el otthonról, mert egyszerűen nem tudták őket visszafogadni. Tehát elment valaki a háborúba, aki nő volt, és amikor visszajött, akkor volt egy idegen. Egy veszélyes idegen, aki embert tölt, aki lehet, hogy talán helytelenül viselkedett a férfiakkal, cigarettát szív, köpköd, csizmát húz, és nem cipőbe jár. Tehát ez valaki más, mint aki elment. Tehát olyan valaki, akit nem lehet már visszailleszteni a családba. Tehát ez is problémákat jelentett, és jelent még egyébként a mai napig is. Akkor köszönöm szépen a figyelmet!